Üdvözletem mindenkinek áldásség a gyümölcs, én Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltime YouTube csatorna. Köszönöm szépen, hogy ma is itt vagytok velem. Hétfő van, Csodálatos hétfő. Volt a máma egyébként a jó van ez ígyben, mert hogy a, a csokoládé nyaral, én meg ugye ingyen is elvállalom, úgyhogy és mert valami értéket szeretnék meg minőséget becsempészni még, még oda is, oda az a pokol egyik bugyrába. Én ilyen vagyok, most ezért most érted, mit csináljak magammal, egy villát a szemembe, azért mert ilyen jó szívű vagyok, nem tudok. Engem a jó szívem vissza sírba, ennyi a srácok megérdemlik, igazából nem, de mint mondtam, én ilyen vagyok. Na, az az van, hogy a közel 22 és fél éve alatt, ugye mióta praktizálok. Azóta nem olvastam életemben annyiszor kommentekben, hogy kurvából lesz a legjobb feleség, mint, a, mint az utóbbi egy-két napban. Pedig hát azért valljuk be, voltak necces frigyek az elmúlt években. Ezt az olcsó point egyébként én is hivatkoztam az Ádáméknál reggel. Most viszont egy kicsit majd, hogy mondjam, jobban belemegyünk, mármint a témába értelemszerűen. Na, Ugye az egész hétvége azzal telt, hogy ö, tulajdonképpen cikkeket kaptam arról, hogy, hogy Kulcsár Edina prosti volt. Aztán arról kaptam cikkeket, hogy a Kulcsár Edinát megvédi a mérővera, mert hogy amúgy a Kulcsár Edina terhes, és amúgy sem olyan nagy baj, hogyha valaki kurva. Aztán arról is küldött nagyon sok mindenki, ö, elküldte a Kajdinak a sztoriát, hogy ő meg mindkettő ebbe vele áll, de inkább a verába, mert ők ugye annó barinők voltak, ma meg már nem barinők. És akkor így azon gondolkoztam, hogy... Ö, ültem egy csárdába, ettem a pacalomat, és hogy az a gondolat ütött a fejembe, hogy de miért érdekli az embereket ennyire? Tehát miért olyan nagy hír az, hogy, hogy egy celeb pénzért szexel? És ő, és ez a gondolat, ez a gondolat volt bennem, hogy, hogy de miért e körül forgunk folyamatosan? Hiszen egy olyan világban élünk, ahol arról, hogy milyen jó kurvának lenni, és hogy mennyire bánjuk azt, hogy nem csináltak meg egyszerre tizen, vagy hogy a WC mögött döngetnek egy koncert után, konkrétan műsor születik. Tehát egy olyan kis szegletében vagyunk Európának. Egy olyan világban élünk, ahol a főproduktum jelenleg a közösségi médiában a kitörderék, kinyomott csöcs, kinyomott seg és százezer lájkot ér, érted? bár én akár ezt ki a melleimet, hát nekem valahogy még sincs ennyi lájkom, ahol gyerekek tízezre előtt szopnak a trafók, és azt hirdetik az ex sek hogy olifenszezni tök jó, mert meg lehet keresni több misit ezzel, de egyébként ők nem kurvák, csak hát ők olifenszeznek, érted? Ez, csak olifensz. Tehát, hogy nem értem, hogy akkor miért sziszenünk fel azon, amikor valakiről kiderül az, hogy hát ő bizony eh, annó megkérte az árát. És persze mondhatjuk, hogy azokikét egy előbb megemlítettem, ezek az emberek tulajdonképpen a legalja, de őszintén, eh, én nekem már maga, olyan magasom van az ettől a sok mindent, amit látok, eh, és nyilván mindig a nyakatokba is zúdítom jó fejmódjára, hogy azon, hogy a kulcsáról nyilvánosságra hozták, hogy hogy, hogy neki a az teljesen más jelent, mint nekünk, eh, én konkrétan meg sem lepődtem. De aztán jött egy isteni szikra, hogy ez mégis egy fontos ügy, de nem feltétlenül azért, amiért te gondolod. Na, mert hogy azt halljuk a neten ugye, tehát arról készül oktató videó, hogy hogyan kell sugárdedit találni, hogyan kell ö, pornósnak lenni, azt halljuk, hogy milyen jó buli ez, könnyű pénzkereseti lehetőség, meg hát egyébként is fiatalok vagyunk, élvezni kell az életet, meg a dubajozást. A dubajozás pedig olyan elvétve felelhető fellelhető anyagok miatt, ahol a prosték még maguknak is hazudva egy interjúban elhitetik velünk, hogy hát milyen jó és luxi, amit csinálnak, konkrétan irigyelni, már-már már irigyelni, kezdik őket, aztán persze utána is, mert hogy ez azért így szokás, tehát előbb irigykedünk, hogy ú, de jó, milyen élete van, aztán persze utáljuk azért, mert vagy azért, mert nekünk nincs, vagy azért, mert rájövünk, hogy a hajt azért van egy kis szarap Sokan egyébként Kulcsár Edinával kapcsolatos utálata az, az rögtön az én megmondtam érzésre, hogy mondjam, konvertálódott át ilyenkor most sokan vesznek rajta szerintem elég van sott, hogy hát igen, 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 hát tudtam, gyanús is, mindig is volt vele valami probléma, Á, igen, ezt gondoltam én. Közben nem, mert egyébként uh, szerintem van más probléma bőven, amivel sokkal-sokkal érdemesebb foglalkozni, ezt ki fogom fejteni. És azért is fura ez, ez most, egy nagyon így fölrobbantott így minden közösségi platformot, meg vagy a sajtó is ír erről, hogy, hogy, másokat egyébként az égig emelünk, pedig tudjuk, hogy, hogy ő is megkérte az árát a gumi franciának, érted? Csak mivel ő beleáll és felvállalta, vagy éppen viccesen beszél róla, ne adj Isten, azt hisszük, hogy őszinte is, hát ő egy, egy nagybetűs igaz ember, akkor felmenti őt a rögtönítélő bíróság. Milyen érdekes ez, nem? Egyébként, hogy, hogy van egy ilyen kis kettős mérce. Mert kicsit azt érzem, hogy a kulcsának az igazi bűne az nem az, hogy kurva volt. Vagy hogy ö, ö, nem az, hogy ő pénzért szexelt, hanem az, hogy, hogy úgy látszik, hogy ezt nem reklámozta eléggé. Neki szerintem inkább a, a, a képmutatás volt a, az igazi bűne. Mert hogy manapság ugye azt látni, hogy tulajdonképpen az a menő, aki kurva, aki Ön megvalósít, az se baj mondjuk, ha ezt ruha nélkül teszi, vagy óradíjban. Hát élni kell az életet, meg hát csinálni, hát nehogy már, hát egyszer élünk. És de én azt gondolom, hogy nyilván az Edinát inkább más miatt nem kedvelik sokan, de mondjuk most itt egy lek lehetőség volt, hogy bele, bele lehessen rúgni, még az annak is, vagy azoknak is, akik normál esetben, csak az általános kliséket tudják róla szajkózni. Ő egyébként tényleg az az ember, is, ez nem az, tehát hogy szoktuk azt mondani, hogy jaj, ez még a WC-ről is posztol, de a kulcsáredén a konkrétan tényleg a WC-ről is posztol, tehát ő nem csak olyan ember, hanem ő az az influencer, aki a WC-ről is posztol, meg lehet súlytalan, hiteltelen, sokan mondják, hogy nincs egyénisége, és kb. a szépségén kívül tartalmas se sok, áruba bocsátja a gyerekeit, és hát mint kiderült, volt idő, hogy a saját testét is. Ettől függetlenül ö, mégis hatalmas nagy követőtáborra rendelkezik, és mindezt egyébként felelősség nélkül ö, ö, szokta rendszerint ö, ö, kezelni. Viszont az van, hogy azt látom, hogy az ő esetében néhány dolgot pont ezért, mert nagyon sok mindenért ö, okkal vagy ok nélkül haragszanak rá emberek, vagy elítélik őt emberek, vagy károsnak tartják, ami egyébként én azt gondolom, hogy igazi is. Tehát, hogy az Edinának a közösségi médiás jelenléte kifejezetten káros és ö, ö, indokolatlan. E, viszont ennél a történetnél azért nagyon erősen elfelejtünk egy dolgot, hogy ő 19 évesen utazott az emirségekbe. Tehát, hogy ö, ö, és ezt nem lehet, nem lehet szépíteni, éppen éppen, éppen, hogy, éppen hogy betöltötte, tudod, a nagykorúságát. Tehát, hogy a nagykorúságának a legelején tulajdonképpen ö, ment ki ö, dolgozni. És a másik része pedig, hogy ő ezt titkolta. Tehát, hogy így ezáltal azt is gondolhatjuk, hogy ő ezt szégyelte, és mondjuk az is elképzelhető, hogy felnőttként már nagyon más életet szeretett volna élni. De hát tudjuk, hogy azért, aki, aki sajnos hogy mondjam, ebbe a körbe belép, azonnantól kezdve már, már, már nagyon nehéz kiszállni. És én ebből adódóan azt is gondolom, hogy nem jó kedvéből vágott bele ebbe a szakmába a nagykorúságát betöltvén, és nem viciből, vagy nem jó kedvből kezdett bele az ősi mesterségbe. És egyébként itt ragadnám meg az alkalmat, hogy beszéljek a valóban fontos kérdésről. Mert Kulcsáredin eredin én azt gondolom, tényleg csak a jéghegy csúcsa, és tényleg, tényleg csak a teteje, amit látunk. Az, aki Dubajban megy, az bűnös, vagy áldozat? ez mindig egy ilyen érdekes kérdés nyilván, mert hogy, mert hogy mindig fölmerült, tudod? Tehát még megnézed az okokat, hogy, hogy hogyan került oda, miért került oda, ki került oda, nyilván alkalmazol egy számodra szimpatikus mércét, viszont de nagyon sok minden, akár szemlélet is változott, amikor megnéztem a Lányok Dubajban című igaz történeten alapuló filmet. Egyébként a napokig a hatása alatt voltunk, elkezdtem kutatni is rögtön a témát, az érintetteket, és bár továbbra is úgy gondolom, hogy, hogy sokan voltunk azért a legalján, és mégsem adtuk prostitúcióra a fejünket, tehát hogy van béter, van egy másik út, és azt gondolom, hogy másnak sem kötelező. Ettől függetlenül viszont minden sors más és más, minden döntés más és más, és nem akarom megvédeni a kulcsáredinát, félértés nehézség, mert azt gondolom, hogy van ebben felelősség a kulcsáredinának, csak nem feltétlenül ott, ahol gondoljuk, vagy nem úgy, és... És egy picit szeretném árnyalni, és egy jóval fontosabb dolgokra felhívni a figyelmet, aminek egyébként kétségtelenül része kulcsáradina is. Hiszen hogy volt annak, hogy, hogy, hogy annó ö, sejkek vették igénybe az ő szolgáltatását három forint 20 ért, és mégis jelentkezett a Miss Földre, ahol tudta, hogy ez az egyik ö, talán legszigorúbb ö, kritérium, kitétel, hogy, hogy nem végezhettél korábban szexmunkát, ö, és egyébként még félakt, meg aktfotó se készülhetett rólad. És ezzel nekem azért van bajom, mert hogy kislányok ezreinek adta el azt az álmot, ezt a hazug és hamis álmot, és ha már mindent posztolunk, akkor bizony nem árt számolni azzal, hogy a múltunk sem marad feltétlenül homályban. Ez, ez, egyébként egy örök tanulság, hogy vagy így, vagy úgy, az emberek mindig lesznek rosszakarói, és mindig kiderülnek róla olyan dolgok is, amiket ő nem szeretne. Szerinted egyébként én miért mondtam el annó szinte már az elején az életemnek az a részeit, amire nem feltétlenül vagyok büszke? Az, hogy drogoztam, vagy hogy voltak rossz döntéseim, hogy például ne legyek tovább zsarolható, mert hogy, mert hogy kaptam rendszeresen ezeket a kommenteket, meg üzeneteket, meg írtak újságoknak, hogy hogy én hogy én, amikor dolgoztam az éjszakába, akkor, akkor én bizony, bizony drogoztam, meg hogy hogy néztem, ki, képeket akartak megosztani. És úgy voltam vele, hogy inkább ezeket megteszem én, hogy ne, ne, legy ne legyek zsarolható, és egyébként is bevállaltam volna, mert. Ö hogy mondjam? Tehát, hogy én úgy voltam vele, hogy mielőtt még ismertebbé váltam, hogy, hogy azt mondtam, hogy tudnod kell, hogy milyen ember az, akit te követni szeretnél, milyen embernek fogadod el a véleményét, milyen emberrel akarsz te, vagy tudsz te egyáltalán azonosulni, mert ha ezek neked nem férnek bele, akkor természetesen nincsen közös út. És rendszerint egy jobboldali portálokon szokott az lenni, hogy, hogy mondják, hogy én női ruhában, meg hiányos öltözetben gazdag, meleg férfiaknak adtam elő különböző striptease műsort. Hozzáteszem nekem a gogo tánccal, meg a striptease tánccal, ameddig az ott megáll, az nekem semmi bajom nincs, sőt a rút tánccal, tehát azért lehet művészén is csinálni. De én ilyet soha nem csináltam, nem tudok, úgyhogy én, én nem intettem, én vezettem műsort, stand-up comedy valóban női ruhában, de én egyébként egy kurva jól néztem ki, kettő szerintem én több büszke lehetek erre, nekem ezzel nincsenek semmilyen ö, rossz érzéseim. De hát nem öreg, gazdag, meleg férfiaknak, egyszerűen hát nem több volt a csóró leszbikus, aki hitelbe ivottabb abban a bárban, ahol én dolgoztam, mint az öreg gazdag férfi. ettől függetlenül én ezekről mind, -mind beszéltem, pont ezért, hogy hát ne kelljen szívni a fogamat, amikor egyszer csak nyakon önt a szar. Meg persze vannak olyan dolgok, amiről nem beszélnek az emberek, a hírességek, és ezek, ezeket meg tökre meg kell érteni. Ilyenek lehetnek mondjuk a szexuális szokásaink, mondjuk ha valaki swingerezni jár, vagy nyitott kapcsolatban van, fétisek, megcsalások, otthoni perpatvarok, balhék, nem tudom, after party, party, amik sokak életében felbukkannak, de Uh, de úgy ítélik meg, és egyébként hozzáteszem nagyon helyesen, hogy, 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 hogy ez mindenkire tartozik, ezeket bent tartják a négy fal közé. Ez nem képmutatás, hanem egyszerűen nem biztos, hogy... hogy, hogy, hogy az én életemhez, vagy az én megítélésemhez bármilyen úton, módon hozzátenne az, hogy én elmondanám, hogy nem tudom a, a legpikánsabb szexuális kalandomat. Mert nem előttetek akartam csinálni, vagy akarom csinálni, vagy csináltam, vagy bármi ilyesmi. De ezek, ezek privát dolgok, és most érted? Nem. nem én azt gondolom, hogy semmit nem tenne hozzá a megítélésemhez, viszont nagyon jól hivatkozható lenne annak a sajtónak, aki szeretne nem tudom engem pejoratív szín, módon vagy pejoratív értelemben említeni feltüntetni. Úgyhogy Na azt gondolom, hogy ez a média személyiségétől az embereknek független, és tök jó, hogy ezek, ezekbe nem avatják be a nagy közönséget. De akkor miért is más ugye, egy szépségkirálynő ügy, és, 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 ezt pedig miért ítélik el nagyon sokan? Mert az van, hogy az ő titulusával ez összeegyeztethetetlen. Bár már egyre kevésbé nézünk fel a szépségkirálynőre, meg a szépségipar... Ö, hogy mondjam, a szépségipar végtermékeire, de de mégis az van, hogy a szépség királynő az nem egyenlő, nem lehetne egyenlő a kurvával. Mert hogy a papok, tudod, elvileg nem szexelnek a rendőrök, meg nem korruptak a sportolók, meg nem doppingolnak, és hát a szépség királynők pedig nem dubajoznak, legalábbis hát ugye ez lenne a normális, és, és ezért van az, hogy ez ilyen ö, ö, felháborodás kelt az emberekből, mert hogy, mert hogy, mert, hogy, de, sajnos ez ilyen létezik, és, és minden ilyen esetnél jogosan áki a, közvélemény, és mondja azt, hogy figyelj, mi át verve, mi, 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 ezt, ezt így nem tudjuk támogatni. Tehát, hogy kulcseredina esetében is, meg hát Egyébként, azért maradjunk így a jelenlegi esetnél, hogy hogy, hogy azért mondom a kulcsa Redinának egy kicsit szerintem inkább itt a, a képmutatás, a tökéletes anya, tökéletes kirakatélet, élet, stb. abban mondjuk nem feltétlenül fér bele a dubajozás. Mert hogy egyébként mi is az a dubajozás? Mert most nyilván beszélgetünk előtt dubajozás, jaj kimész, milliókat lehet keresni, tök jó, cici, száj, táska, bőrkín. De közben sajnos a dubajozás az nem erről szól. A dubajozás ennél sokkal-sokkal rosszabb, és ezért haragszom azokra, akik ezt, akik ezt ő, romantizálják, hogy, ő, hogy hát a dubajozás az, azért az egy könnyű pénzkereseti lehetőség. Jó, hát jól tudod magadat érezni, Lófaszt. Tehát az van, hogy kelet-európai lányok százezreit közvetítik ki arab országokban. Jobb esetben egyébként tényleg csak szexelni, de mondjuk, hogyha jó pénzt akarsz, vagy jó pozíciót akarsz, akkor, akkor olyan embertelen dolgokat kell bevállalnod, ami, ami sokszor kényszer, és vagy drogok hatása, ami már mondjuk eleve a prostitúciókozta lelki sérülést hatványozza. És itt tényleg durváj a legdurvább dolgokra. Az, amikor csak egy ketrecbe zárnak, vagy tényleg pórázon sétáltatnak, és az egész jacht végig megy rajtad, az még egy könnyebb este. De egy kicsit belártod magadat a témába, olyan történetekről van szó, és tényleg mondom, még az ürüléknek a, az ürülék etetés az még mindig egy, egy könnyebb, könnyedebb, de az állatokkal való szexen át, a, a, a fizikai bántalmazásig, a égetésig, verésig, vágásig, tehát tényleg a lehető legszadistább dolgokig, oké, okay, 15 milliót kapsz érte a végén, de, de, hogy, de, hogy, az van, hogy mondom, a prostitúció egy alaplelki traumát okoz, és, és ez pedig még, 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 még megszorozza, hogyha, hogyha, olyan dolgokat kell csinálnod kint, amiket normál esetben azért valljuk be, hogy nem szoktál. És nem ritka, hogy a függőségek kialakulása, vagy az önkárosítás jelen van ezeknél az embereknél, és sajnos az öngyilkosság sem ritka ugyanis ebből a szakmából teljesen kiszállni nem lehet. Mindig lesz egy hang, lesz egy illat, egy hely, ami arra fog emlékeztetni, hogy, hogy bizony veled egyszer állatként bántak, és ezért lelkileg sosem leszel már teljes. Mert az, akit egyszer tárgyként kezeltek az élete során, már soha nem fogja magát teljesen embernek érezni. És bárhogy mondhatod, hogy jaj, de nem, mert én mondhatok nemet, aha, Persze, mondhatsz, tudjuk, igen, igen, igen. De ez ez nem. És Kulcser Edina esete, az, azt mondom, tényleg, tényleg csak a teteje. Mert hogy oké, okay, hogy modellek és színésznők végeznek hasonló tevékenységet, bocsánat, nem oké, okay, de hát tudunk róla, hogy ők is végeznek ilyen ö, tevékenységet. De főként sajnos a mély szegénységben élő ö, lányokat hálózzák be, akiknek tényleg nagyjából... Ö, van, írni, olvasni sem tudnak, érted? De jól néznek ki, kicsit rendbe kapják őket, és ott azt ígérik, hogy majd ők is mondhatnak nemet. Uh -huh. Hát persze az esetek nagy részében ez nem igaz. Megalázzák őket, megverik őket, használják őket, és erre már csak akkor jönnek rá, amikor ott vannak. Elmondani ugye nem merik senkinek, mert hogy egy, ciki, a hatósághoz nem fordulhatsz, mert többnyire egyébként illegális, és bűncselekményt is követsz hogyha ö, vagyonosodási vizsgálatot indítanak ellened, akkor nem biztos, hogy te azzal jó jársz, hogy hazahoztál egy ö, puttonnyi pénzt, de nem tudsz vele elszámolni, mert nem adóztál utána. Tehát, hogy igazából a megoldás, hogy tompítani akarod a fájdalmadat, vagy így, vagy úgy. És, ö, és hát sajnos, sajnos ennek a ennek a vége az, az mindig, egy, mindig, egyfajta tragédia. Most arra már nyilván rájöttél, hogy, hogy kicsit így átvertelek, és a címmel, meg így a videóval, és nem feltétlenül kulcsáredin a szuf, szaftos, dubajos titkairól fecsegünk, vagy a, 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 nem a vérő, mérőverának a túlkapását tárgyaljuk, esetleg a, a, kajdinak a sztoriait elemezzük ki, mert mert ezeknél a dolgoknál sokkal-sokkal fontosabb szerintem, amiről beszélünk, mert ki kell használnunk a, a bulvárlapok okozta hype-ot, és beszélnünk egy olyan dologról, amiről csak akkor beszélünk, ha esetleg egy híresség az érintett, és akkor sem biztos, hogy a megfelelő kontextusban. A dubajozás ciki, a dubajozás szégyen, de közben megfeledkezünk arról, hogy nem az az igazi veszélye ennek a dolognak, hogy majd egy cikk alatt elítélnek és csúnyákat, kígyót, békát hordanak össze rólad, hanem konkrétan az, hogy az életedbe kerül, meg az egészségedbe, meg a méltóságodba. Ezeknek a lányoknak, ha nem is fizikailag, de lelkileg mindenképp mindenképp az életükbe tud ez kerülni. Elfelejtünk beszélni egyébként a prostitúció hátulütőjéről, nehézségeiről, veszélyeiről. M -m, könnyen lekurvázunk valakit, meg könnyen rá mondjuk, hogy dubajos, meg elnevet ezen, közben pedig közben pedig, mint hogyha azt látnám, hogy nem vesszük ezt elég komolyan, mert hát ő ment odát, ő minek csinálta magának. De azért ez egy jóval-jóval összetettebb dolog. És nem, nem azt mondom, hogy feltétlenül sajnálni kell a prostituáltakat, vagy ő, most én kiállok mellettük, mert ismeritek, hogy a szexmunkával kapcsolatos véleményem az elég markáns. De a, 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 az, az, hogy a végső döntés, hogy ők belevágnak, azt mondhatjuk, hogy mindig ők hozzák meg, de de nagyon-nagyon nem lenne objektív, ha nem tennék hozzá, hogy legtöbbször van benne, van benne nagyon komoly segítségük, és ez lehet manipuláció, lehet a zsarolás, vagy ez egyszerű reménykeltés egy intelligensebb, okosabb, befolyásosabb ember részéről. És el is érkeztünk egyébként szerintem az igazi bűnösökhöz, a közvetítőkhöz, akik pontosan tudják, hogy mi vár a lányokra odakint. Mégis elhitetnek velük egy jóval szebb világot, és ígérik nekik a kánaán, Ebben az ügyben a kulcsár Edina egyébként nem vádlott, hanem tanú. A vádlottak üzletszerűen és rendszeresen közvetítettek kilányokat. Állítólag több celeb és közszereplő van még ebben ezen a bizonyos listán, és sokuknak van félnivalója, valójat valója. De ne feledjük, hogy azért, amiért most sokan elítélik Edinát, az mindösszesen 19 éves korában történt, tehát 11-2 évvel ezelőtt. Tehát Tényleg, épp, éppen hogy csak felnőtt, és hát nem... Hát most így ránézve Edinára, nem vagyok benne biztos, hogy 19 évesen már a, a legfelelősségteljesebb döntéseket hozta meg. Meg hát most szívedre teszed a kezedet 19 évesen, te nem csináltál hülyeséget, de hogy nem én is csináltam, még 5 évvel ezelőtt is, de még egy héttel ezelőtt is csináltam olyat, amit lehet, hogy ma már nem tennék meg. Szerintem a valódi bűne Edinának inkább itt a képmutatás volt tényleg, és a Miss Hungary, hiszen egy éppen csak nagy lányt a raboknak lökni sehogy sem oké. És, és fontos, ezt, fontos ezt emelőtt tartanunk, hogy meg te a mostani kulcsár Edinát ítéled el szerintem. Az van, hogy, hogy, hogy te úgy ítéled, és az alapján mondasz róla nagyon markáns értékítéletet és véleményt, amilyen ő most. De az igazsághoz hozzá tartozik, hogy akkor ő még... Nem akarom azt mondani, hogy szinte gyerek volt, mert ez nem igaz, mert jó, aki elmúlt 18 éves, már 19 volt, meg 20. De hát na, engem egyébként sokkal jobban érdekel, hogy, hogy mondjuk ekkor anyuka Hol volt, hogy hol volt a támogató családi környezet Edina esetében? Mert mióta egyébként Edina híres, azt, azt tudjuk, hogy ők hol vannak, de mondjuk akkor, amikor Edina ilyen helyre ment, akkor, akkor, akkor hol, hol voltak a, a tapasztaltabb idősebb felnőttek? Na mindegy, részén örülök annak, hogy ez az ügy napvilágot látott, azonban annak nem, hogy valaki úgy gondolta, hogy ez a. Ez a leg, legmegfelelőbb pillanat, hogy Edina terhességének utolsó szemeszterében szellőztetik ezt ö, meg. Szerintem ez nem volt jó ötlet, még ha sok mindenben nem is értek egyet Edinával, számomra tudjátok, hogy egy ártatlan gyermek élete, még hogyha az egyébként az anyja testében van, akkor is ö, meg egészség és előbbre való minden, minden szándéknál. Ugyanakkor örülök, mert így viszont egy olyan témát lehet körüljárni, amivel aránytalanul kevesebbet foglalkozunk, illetve bocsánat, tehát ez folyamatosan mondjuk, hogy ez volt Dubájba, az volt Dubájba, ez kurva, az kurva, az kurva, de ezt ilyen nagyon könnyen kimondjuk, és, és közben meg nem gondolunk bele, hogy, hogy valójában mit mondunk, és ez rám is igaz, tehát ez félét és nehézség nem ilyen magas lóról mondom, hanem, hanem azt, azt mondom, hogy, hogy ezzel, ezzel nekem is dolgoznom kell, de de talán az én példámmal, vagy az én ö, ö, fejlődésemmel ö, tud, tud más is azonosulni, és azt fogja mondani, hogy ilyenkor egy picit jobban átgondolja, mert hogy azért a dubajozás az hát ez nem egy nyaralás. Mert hogy az van lányok, hogy nincs az az elkeseredett élethelyzet, amikor jobb kurvának állni, mint krumplit sütni a McDonald'sba. Persze értem, lehet, hogy az egyik időigényesebb, de a testetek az, az nem eladó, az nem, nem egy áru, és sem drága táska, sem autó, sem egy lakás nem ér annyit. Nem fog tudni egyik sem ö, kárpótolni, amiatt, hogy, hogy, hogy a testedet tulajdonképpen tárgyiasítottad. Um, Na mondjátok le azt a következtetés, hogy de hát így még szépség is el lehet menni, meg hát látott hiába, vagy kurva még, vagy hiába dolgoztál prostiként, tehát el lehet menni szépség Gondolj csak bele abba, hogy Kulcsáradin a felszínes kirakat életéhez, vagy erősen megkérdőjelezhető média személyiségéhez vajon mennyiben járult hozzá korábbi foglalkozása, mennyi köze van ehhez az egészhez. Ugye? Azért ezt így átgondolva szerintem nem is kell jobb indok, hogy ne vállal be soha ezt az áldozatot. Én komolyan azt gondolom és azt remélem, hogy semmilyen úton, módon ö, nem esik baja Edinának sem és a babának sem, hogy most nem tudom így stresszel. Bár nyilván Edinát nem érte meglepetésként ez az ügy, mert ez már jó régóta folyamatban van, és most is éppen őt tanulnak idézték be. Ö, nem tudom, nem, nem, nem tudok mit kívánni kitartást, és remélem soha nem fog már olyan helyzetbe kerülni, hogy erre kelljen adni a fejét, és senki más sem. Nehéz, nehéz, mit mondani. És ez az egész videó egyébként nagyon nehéz, mert mondom, hogy, hogy annyi, akkora hype van körülötte, de, de igazából nem a lényeges dolgokról beszélünk. Na mindegy. Hát ilyen.